Eljöjj várj a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai vasárnapon, és Isten igéjével az útmutatóból hadd köszöntsem a testvéreket Lukás 10:16-tal. Jézus Krisztus mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. Annak idején a tanítványoknak mondta ezt Jézus, de igaz ez ránk is, mai tanítványokra, akik Jézusról teszünk bizonyságot, az Isten igéjét szóljuk nem csak lelkészként, nem csak szószékről, de a hívőkként is a hétköznapokban, beszélgetésekben, a Jézusról szóló bizonyságtételekben. És ez a szép ígéret és egyben felelősség is hangzik el, hogy aki minket hallgat, mint amikor az Istenről beszélünk, az Isten dolgairól beszélünk, az olyan, mintha az Istent hallgatná. Úgyhogy nagy felelősségünk ez, hogy úgy szóljunk, úgy járjunk, keljünk a hétköznapokban, mint az Úr Jézusnak úgymond küldöttei, képviselői, és bennünket is úgy hallgathatnak a körülöttünk lévők. A hirdetéseket szeretném megosztani a gyülekezettel a továbbiakban. Mai napon meggyújtottuk a megemlékezés gyertyáit az oltáron. Mai napon szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében emlékeznek meg 20 éve elhunyt édesanyjukra, gyermekei és családjaik. Velük együtt érezve hordozzuk őket szeretetben, és az Isten áldja meg közöttünk előrement testvérünk emlékét. Rá gondolva, majd a befejező imádságban fogunk közösen megemlékezni. Jövő héten temetési alkalmunk lesz, csütörtökön 13:30-kor kísérjük utolsó útjára Rupert Erzsébet testvérünket. Tehát csütörtökön 13:30-kor lesz az ő temetése. Kérem, hogy aki tud jönni az énekszolgálatban segíteni, az szánja oda az idejét. Jövő vasárnap pedig a megszokott rendben 9 órai kezdettel lesz istentiszteletünk itt a templomban. Szeretném megköszönni a takarítási, az egyházfi és a videó szolgálatot minden testvérünknek. Hirdetem még adományainkat, a legutóbb vasárnapon a perselypénzünk 32.200 forint volt, míg az emlékező család 20.000 forintot adományozott a gyülekezet céljaira. Isten áldja meg az adakozókat, és adja meg az adományok bölcs felhasználását is. Folytatásban a következő énekünk a 361-es számú lesz, szép hajnal, szép fényes hajnalcsillagom.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Én a te hűségedben bízom, Istenem. Szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Én a te hűségedben bízom, Istenem. Szívem örül a te segítségednek. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei jó atyánk, ahogy a Zsoltáros is mondja, a te hűségedben bízunk mi magunk is. Abban, hogy te mellettünk állsz, akkor is, hogyha mi elgyengülnénk, hogyha mi eltávolodnánk tőled, hogyha nem figyelnénk rád. Urunk, bocsáss meg nekünk ezeket az alkalmakat, amikor nem igéd szerint jártunk, amikor nem voltunk hűek a te parancsolataidhoz, amikor távol kerültünk tőled. Urunk, bocsáss meg bűneinket, és adj ma is tiszta lapot, új indulást, mai nap is megtérést a te szent fiad Jézus Krisztusért. És kérünk, hogy a te követésedben erősíts minket, hiszen úgy szeretnénk hűségesen tényleg hozzád tartozni. Úgy szeretnénk világítani ebben a világban, a mi környezetünkben. Képviselni téged, úgy élni, mint ahogy azt te szeretnéd látni mi rajtunk, és amellyel másoknak is bizonyságot tehetünk rólad. Nem könnyű ez, de bízunk abban, hogy te, aki a hit magvait elhintetted a mi szívünkben, hűséges vagy abban is, hogy ez felnövekedjen, és jó termést, jó gyümölcsöt hozzon. Ezt kérjük ma is, Urunk, így táplálj bennünket ma is, igéddel, jelenléteddel, a közösség által. Jézus nevében kérünk. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg a mai vasárnapon, amely a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnap, az oltár előtti felolvasású rendelt igéinket. Először az Ószövetségből, Mózes 5. könyvéből, a 6. részből, a 4-estől, a 9-es versig a következőképpen. Hadd meg, Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Uradat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. És hallgassuk meg az Új Szövetségből, Lukács evangéliumából, a 16. részből, a 19-es verssel kezdődő szakaszt is. A gazdag és Lázár. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban, kínok között, gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és a kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja a hegyét, mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm-e lángban. De Ábrahám így válaszolt, Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek. Se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám,
hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelküke, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De erre ezt mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem hogyha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk beszédét. Magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet, és az igehirdetése készülő énekünk a kivetítő lesz olvasható, korábban ezt már énekeltük, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünkön maradva hallgassuk meg és kövessük mai igehirdetésünk alapigéjét, megírva találjuk Pálnak a rómaiakhoz írott levelében, a 10. részben a 12-estől a 17-es versig. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül, és hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. A kertekben a tavaszi veteményezés után egy kevésbé látványos időszak szokott kezdődni, méghozzá a növekedésnek a folyamata. Amikor a földbe kerül a mag, és hát nem látszik belőle semmi. De mégis az ember gondozza, locsolgatja, mert tudjuk azt, hogy a földbe került mag szépen, láthatatlan módon elkezd fejlődni. Gyökere terjeszt, szárba szökken, és igyekszik meghozni a termését. Valahogy így van egyházi évünk is, a nagy ünnepek után, a húsvéti, pünkösdi időszak után, amikor is megtörtént már bőségesen ezeken a szép és fényes alkalmakon a magvetés, amikor sokan voltunk együtt, nagy ünnep volt, és most pedig a csendesebb növekedés időszakát éljük, ugye ezért is váltott zöldre az oltárterítő és a liturgikus színek itt a templomban. És hát az ige persze folyamatosan szól, nem azt jelenti, hogy innentől nem kapjuk az Istennek az igét, az igehirdetést, de mégiscsak ezek által is nevelget bennünket az Úr. Nevelget, és a hitnek a magvait, amelyeket belénk hintett és hint folyamatosan, ezt is nevelgeti. És a jó földben az növekszik is valóban, és termést hoz, míg a sekély felületes talajban pedig gyenge marad és elhal. Mai igénk is, melyet felolvastam, arról szól, hogy hogyan is működik az ige magvetése és a szárba szökkenése a mi életünkben. Nézzük meg ezt most röviden. Az első pontnak azt a címet adtam, hogy nincs különbség. Ezzel kezdi az apostol ezt az igét is, hogy nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura. Amikor a másik emberre nézünk, bárki legyen az, folyamatosan észrevesszük, vagy észleljük a különbségeket. Hogy miben más ő, mint én vagyok. Mondjuk ő nő, én pedig férfi vagyok, nem tudom, ő magas, én alacsony, ő idősebb, én fiatalabb vagyok, én innen a faluból származom, ő valahonnan máshonnan jött, én Magyarországon születtem, ő külföldről jött, és még sorolhatnánk ezeket a különbségtételeket. És ezek között is biztos vannak olyan különbségtételek, nyilván ami közömbös, ami ellen nem nagyon tudok tenni. De van olyan, ami mondjuk zavar a másikban. Esetleg irigykedek rá, hogy valamilyen téren többnek, jobbnak, szerencsésebbnek, áldottabbnak látom őt, mint én vagyok. Ugye, ahogy a 9.-10. parancsolat is, hogy ne kívánd azt, ami a fele barátod, én most így összefoglalva. De mégis azért bennünk van ez, hogy van, akit talán többre tartok magamnál, és akár így kedve is nézem, de megvan ennek ám a másik oldala is, hogy valakit meg önmagamnál kevesebbnek tartok. Akinek mondjuk kisiklott az élete, aki nem lett olyan sikeres, akit esetleg csapások értek, akit komoly betegség ért utol, és az rányomta a bélyegét egész életére.
És ezek a különbségtételek, akár fölfele, akár lefelé, ezek nem csak személyesen vannak meg, hanem láthatjuk, hogy világméretűen is jelen vannak. A történelem során pedig emiatt a különbségtételek miatt hatalmas egyenlőtlenségek jöttek léte. Népek, nemzetek, országok, de akár kontinensek között is. Látjuk ezt ma is. A különbségtétel tehát jelen van közöttünk, kicsiny és nagy méretekben egyaránt. De mit mond ezzel szemben Isten? Ahogy fel is olvastam, nincs különbség. Nincs különbség, mondja, ember és ember között. Hiszen mindannyian ugyanúgy az Istennek az alkotásai vagyunk. Ő az, aki eltervezett bennünket. És életünk végén mindannyian ugyanúgy meg fogunk állni előtte. Mindenféle különbség tétel nélkül. Tekintettel arra, hogy milyen családba születtünk, vagy milyen karriert futottunk be, vagy éppen milyen sikereket értünk el a földi életünkben. És ez lehet számunkra egy intés is. Amikor másokat mondjuk kevesebbnek tartunk önmagunknál, vagy ne adj Isten, hogy lenézünk. De lehet ez egy bátorítás is, amikor mondjuk a másik oldalon vagyunk, hogy önmagunkat érezzük kevésnek. Önmagunkat érezzük elesettnek, olyannak, aki senkinek se számít, aki nem tényező, mert az Isten előtt ott vagyunk, egyenlő módon. Ugyanúgy tényezők vagyunk, még az ő legkisebbje is, a legelesettebbje is. Igénk azonban ennél az egyenlőségnél tovább megy, amikor azt mondja, hogy bárki segítségül hívhatja az ő nevét. Bárki kiálthat hozzá, az Istenhez. Nem csak az, akit kisgyermekként megkereszteltek, aki konfirmálkodott, aki egész életében gyülekezeti tag volt, hanem bárki. Nem csak komoly, felnőtt hívő emberek, hanem a kisgyermek is, a fiatal is. Mindannyian kiálthatunk az Úrhoz. Mindenféle háttértől, meg teljesítménytől függetlenül. Az Isten gyermekeiként egyenlő módon. És azt mondja, hogy az atyánk, a mennyei atyánk ugyanolyan bőkezű hozzánk, mindannyiunkhoz. Ugye a szülők néha elkövetik azt a hibát, hogy egyik gyermeküket előnybe részesítik mondjuk a másikhoz képest. Jobban figyelnek rá, több mindent megadnak neki, vagy jobban értékelik őt. De Istennél nincsen ilyen. Az a jó, hogy Istennél nincsen ilyen, nem emel ki egy valakit a többivel szemben, vagy nem hanyagol el egy valakit a többivel szemben. Nincs olyan, hogy egyike jobban figyel, mint a másikára. Az egyiket kivételezik és jobban megáldja. Ugyanúgy, egyenlő mértékben figyel ránk és szeret bennünket. A különbség az esetleg abból fakadhat, hogy más a terve velünk. Másképp akar bennünket megszólítani, másképp akar bennünket felhasználni. Valakivel szemben az a terve, hogy őt megáldja, sikereket ad neki, hogy esetleg azzal szolgáljon mások felé. Van, akit talán nehézségekbe vezet, de ki is ment belőle, vagy éppen megtart a nehézségek között, hogy abból váljon bizonságtétel. Hogy a sok nehézség, a csapás, a betegségek között is nem adta fel az Isten követését. Lehetőséget kapunk tehát. Akár így, akár úgy alakul az Isten terve mi velünk, de mindegyik lehetőség, hogy Istenhez vezessen bennünket, hogy beláthassuk a magunk elveszettségét, a magunk bűnös voltát, az, hogy mindez nem lenne lehetséges az Isten nélkül. És lehet őt segítségül hívni. Krisztusban ezért jött közel, hogy megismerhetővé tegye önmagát, és hogy tudjuk így még könnyebben segítségül hívni az ő nevét. Aki segítségül hívja a nevét, bárki, az üdvözül. Nincs különbség, hogy én kiáltok az Úrhoz, vagy te. Bármelyikünknek igaz ez a felhívás. Csak kiáltsunk bátran Krisztus által Istenhez. Ez tehát az első, hogy nincs különbség. A második, hogy
hogyan? Mert ugye a következő két verseknek ez a nagy kérdés, egy ilyen hosszú felsorolás, hogy hogyan? Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Ezek azonban valójában csak költői kérdések Pál apostoltól, mert tudja, hogy Istennek megvannak ezekhez az eszközei. Ezekhez a nagy emberi hogyanokhoz megvannak Istennek a válaszai. Pár nappal ezelőtt a családdal biciklizni indultunk csak itt a faluba, és hát az egyik gyermeknek bicikliéről leesett a pedál, amikor már pár utcával odébb voltunk. Valahogy a menet nem volt tökéletes ott, ahol a csatlakozása volt. És annyira jó volt, hogy pont az egyikem autószerelőnél, mesterembernél esett le az a pedál, pont otthon volt, nyitva volt a garázs, bementem segítséget kérni, és hát ugye, mint egy jó műhelybe, ott voltak szépen a szerszámai, a falon mondta, mi a probléma, és már egyből vette le a megfelelő kulcsot, csavarkulcsot, és húztuk meg, tettük vissza közösen azt a pedált. Mert megvannak az eszközei egy jó mesternek, egy jó ezermesternek, megvannak a műhelyében az eszközei, a szerszámai ahhoz, hogy a különböző feladatokhoz meglegyen a szükséges szerszám, amivel meg tudja azt oldani. És olyan jó az, hogy az Isten műhelyében is így van. Az Isten műhelyében is megvannak az eszközök arra, hogy a különböző élethelyzetekre, a különböző kérdésekre és feladatokra megtalálja az eszközöket, és megtalálja a megoldásokat. És lehet ezeket sorolni, lehet ezekről példát hozni. A legékesebb példa, mint már mondottam is, Jézus maga, akit emberi formában küldött el hozzánk, azért, hogy közel hozza a menny Istenét, aki mindig olyan távolinak tűnt addig az ő népe számára. És Jézusban a láthatatlan és olyan távoli Isten közel jött, lehajolt, emberré lett, úgy, mint soha korábban. Jézus is, ha mondhatom így, egy ilyen eszköz volt az Isten kezében, hogy megismertesse magát velünk. Egy másik fontos eszköze Istennek a hit ébresztésében, ugye az a Szentlélek. Most pünköskor az ő elérkezéséről emlékeztünk és ünnepeltük. De nem csak az első pünköskör, hanem folyamatosan érkezik hozzánk a Szentlélek, hogy a hitet bennünk ébressze, hogy megszólaljon bennünk. Szoktuk ezt néha úgy érzékelni, mintha egy belső hang lenne, hogy az Isten hangja úgy megszólal bennünk, és úgy ösztönöz valamire. Vagy hallunk egy igét, egy prédikációból egy mondatot, vagy egy keresztény éneket, és annak egy szövege, egy mondata, egy szófordulata nem hagy nyugodni. Elindít valamit bennem, egy gondolatot, egy döntést, vagy valamilyen más egyéb dolgot is, és ez is a Szentlélek munkája bennünk. Amit Isten felhasznál, akit Isten felhasznál, hogy bennünket formáljon, bennünk munkálkodjon. Aztán beszél itt az apostol, az Isten által elhívott igehirdetőkről is, akik főállásban azt a megbízatást kapták, hogy az Úrról tegyenek bizonyságot. Így volt az apostol is, de így voltak sokan már abban az időben is. És láthatjuk, hogy hát a világ azóta, amikor ezek a mondatok leírásra kerültek, megfogalmazásra kerültek, óriásit változott. Hát 2000 év telt el azóta. És mennyi minden másképp működik, mint az ókorban. Hát nem is tudnánk ezt felsorolni, hogy mi minden másabb. Viszont azt láthatjuk, hogy ezekben a modern időkben Istennek ez a terve, hogy igehirdetők és bizonságtevők által szeretné magát kijelenteni, ez nem változott. Lehet, hogy a keretei megváltoztak, az, hogy néz ki ma egy Isten tisztelet, meg mondjuk Pál apostol idejében, hogy néz ki. Ez lehet, hogy mind-mind már újfajta és másfajta, de az alapelv, hogy Isten embereket hív el, és rajtuk keresztül is szeretne másokat megszólítani, ez ugyanúgy megmaradt az ő eszköztárában. És hosszan lehetne még sorolni az Isten műhelyében fellelhető eszközöket, amelyeket felhasznál a mi érdekünkben. Biztos, hogy a magunk életéből is tudnánk ilyeneket felsorolni az elmúlt évek, évtizedek alatt, hogy mit használt fel Isten az én érdekemben,
hogy az én hitemet erősítse, hogy egy bajból, nehézségből kimentsen, mivel okozott örömet, miben éreztem az ő áldásait. Mit használt fel abban, hogy én odaforduljak hozzá? Hogyan hívott el engem? Mi az én megtérésemnek a története? Isten tehát munkálkodik bennünk ma is, folyamatosan, különféle eszközökkel, ahogyan ő tudja a választ. Lehet, hogy bennünk kétségek vannak. Lehet, hogy elakadtunk a mi hitünkben, és nem tudjuk, hogy hogyan lépjünk tovább. Vagy nem tudjuk elképzelni, hogy Isten engem hogyan tud egy bizonyos területen átformálni. Hogyan lehetne ebben nekem megváltoznom. De Isten tudja a hogyanra a választ. Rábízhatjuk és kereshetjük nála. És itt jutunk el az utolsó ponthoz, a hétköznapi csodához. Hétköznapi csoda. Ez a kifejezés ellentmondást hordoz magában, hiszen ami csoda, az valami különleges dolog, az hogyan lehetne hétköznapi vagy megszokott. Istenünk a hit csodáját mégis egy nagyon hétköznapi és egyszerű dologba csomagolta. Ahogy itt az igénk végén olvassuk, hogy a hit hallásból van. A hit hallásból van. A hallás pedig az egészséges ember életének annyira megszokott része, hogy már észre sem vesszük. Legfeljebb akkor, hogyha megszűnik vagy korlátozódik ez a képességünk. A hallásunk az folyamatosan működik. Amint fölébredünk reggel, egészen addig, amíg el nem alszunk, sőt igazából alvás közben is hallunk, csak nyilván akkor nem fogjuk föl, de hogy az éberlét alatt folyamatosan hallunk, működik a hallásunk, az apró kis zörejek, a madárcsipogás, hogyha elmegy egy autó a ház előtt, vagy a gépeknek a zúgása, vagy bekapcsoljuk a tévét, vagy családtagunk beszél hozzánk, mind-mind hangok, amelyeket hallunk, amelyeket érzékelünk. És ezt a egyszerű és hétköznapi érzékelési formát választotta Isten arra, hogy a hit eljusson hozzánk, és megszülessen bennünk. Egy hétköznapi csatorna ez, amit mégis Isten csodálatos módon fel tud és fel szeretne használni ma is. Amikor halljuk a Biblia szavait, valaki felolvassa azt. Amikor hallunk egy ige hirdetést, amikor egy Isten dicsőítő dalt hallhatunk, bármilyen érthető üzenet, amely Krisztus beszédéből fakad, az lehet ránk ilyen hatással. Halljuk, és az Isten igéje, üzenete eljut hozzánk. És mindezek a hétköznapi eszközök, melyeken keresztül hallhatjuk az Isten szavát, arra szolgálnak, hogy a hit különleges csodája megszülethessen bennem. Vagy éppen, ha már megszületett, tovább erősödhessen. Vagy éppen újra megszülethessen, újra erősödhessen. Isten igéje tehát sosem lesz egyszerű, sosem lesz hétköznapi. Viszont az a mód, ahogyan eljuttatja hozzánk, az lehet az. Lehet hétköznapi, egyszerű. Lehet valakinek a szavai. Lehet a Biblia hangzó mondata. Lehet egy ének, egy vers is. Az Isten kezében, az Isten műhelyében annyi sok eszköz van. Ugye sokan vagyunk, sokfélék. De Isten mindannyiunkhoz megtalálja azt az eszközt, amely által elérhet bennünket, megszólíthat minket, amely által hozzánk találhat. És ezek a hétköznapi eszközök az ő kezében csodálatosan kezdenek működni. Ugye, mondjuk egy véső, hogyha mi kezünkben lenne, vagy az én kezemben lenne, és ott lenne egy kőtömb, hát akkor abból sok minden nem tudnék készíteni. De egy szobrász kezében egy csodálatos szobor tud kialakulni ugyanazzal az eszközzel, egy vésővel, meg egy kalapáccsal. És így van az Isten kezében is, a csodálatos mennyei mesterünk kezében is, hogy hétköznapi eszközöket, esendő embereket, esendő emberi szavakat is fel tud használni arra, egy igehirdetést, egy imádságot, egy bizonyságtételt, hogy bennünket megszólítson, és az mi életünkben abból megtérés, hit újulás, vagy Krisztus követése jöjjön léte. Ennek eredménye pedig az, amivel igénk is kezdődött, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ámen. Imádkozzunk.
Úrunk Istenünk, mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te folyamatosan szólítgatsz bennünket, hogy folyamatosan küldöd üzenetedet, igédet, áldásaidat, különböző csatornákon és más-más eszközök segítségével. Köszönjük, hogy te, neked olyan csodálatos ötleteid vannak, hogy hogyan szólíts meg, hogyan éljél utol bennünket, ami nekünk eszünkbe se jutna. Úrunk, köszönjük, hogy te lépten, nyomon jössz utánunk, figyeled életünket, erdüléseinket, gondolatainkat. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk a te számodra. És köszönjük, hogy elküldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust értünk, aki által közel jöttél, és aki által és igéje által ma is szólsz hozzánk. Úrunk, ebben a hálatett bizalomban szeretnénk eléd hozni most könyörgéseinket. Úrunk, könyörgünk egyházadért. Ajándékozd meg népedet az egyetértés és a békesség lelkével. Oltalmazd és erősítsd az evangélium követeit mindenütt a világon. Add szent lelked világosságát egyházad előjáróinak és megbízott szolgáinak. Részesítsd bennünket a hit, a reménység és a szeretet ajándékában. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg minket. Úrunk, kérünk, oltalmazd népedet minden bajtól és veszedelemtől. Tégy minket egymás őszinte testvéreivé. Áld meg az irgalmasság szolgálatát, a betegek, az ínséget szenvedők, a menekültek, a magukra hagyottak között. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg minket. Úrunk, imádkozunk, hogy vezesd egyetértésre a népeket, teremts békességet az országok között. Különösen is imádkozunk ma is az Ukrajnában zajló háborúért, hogy hozz békességet, hozd el, hogy a fegyverek elnémuljanak, az emberek hazatérhessenek, otthonaikat újjáépíthessék. Úrunk, kérünk, hozz békességet oda is, de minden más helyre a világon, ahol háborúság vagy békétlenség dúl. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg minket. Úrunk, kérünk, adj kedvező időjárást, áld meg a földet, hogy megadja termését, áld meg munkánkat is, hogy örömünket megtaláljuk benne. Úrunk, kérünk, tedd mások számára is hasznossá fáradozásunkat. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg minket. Úrunk, könyörgünk kegyelmi időért a világnak és önmagunknak. Segíts, hogy komolyan vegyük, és engedelmesen kövessük akaratodat minden nap, hogy ne érjen készületlenül az ítélet és a számadás napja, hanem benned való, Krisztusban való bizalommal állhassunk majd színed elé. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg minket. Úrunk, imádkozunk még megfáradt, beteg és gyászoló testvéreinkért is. Légy azokkal, akik testi bajokkal, a mulandósággal vagy a veszteség fájdalmával szemben csak nálad találnak erőt. Te adj nekik reménységet és vigasztalást. Úrunk, különösen is imádkozunk ma emlékező testvéreinkkel együtt. Jézus Krisztus, halált győző, életet ajándékozó Úr, előre ment testvérünkkel emlékezünk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen te is sírtál barátod sírjánál. Emberré lettél, megértett fájdalmunkat és gyászunkat. Előtted nem kell szégyelnünk könnyeinket. Köszönjük, amit az elköltözöttben egykor nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt járt közöttünk, és a miénk lehetett. Kérünk, enyhítsd fájdalmunkat, gyógyítsd lelkünk sebét, és adj vigasztalást. Őrizd meg attól, hogy úgy emlékezzünk, mint akinek nincsen reménysége. És amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törölj le minden könnyet, némítse minden panaszt és jajszót. Úrunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, áld meg emlékezésünket, és vigasztalj minket. Hallgass meg, Úrunk, és siess segítségünkre. Ments meg, áldj meg, és üdvözíts minket, a te szent fiad,
a mi Úrunk Jézus Krisztus által, akinek nevében együtt egymásért még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Végül pedig helyünkön fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Foglaljunk helyet, és befejezésül pedig a 341-es énekünket énekeljük. Ó, én lelkem, miért csüggedsz el? Thank you.
Erős vár a mi Istenünk.